Samu a sztár. A fővárosi állatkertbe jövünk, hogy megnézzük egyrészt az április végén született kis elefántot, a családját, és persze a lakóhelyüket, az Európa Nosztradies elefántházat, amit régen úgy hívtak, hogy a vastagbőrűek háza. A budapesti állatkert 1866-ban nyitott ki, de a kezdeti lelkesedés alább hagyott. Csőd után az újrarendeződés 1907-ben kezdődött meg, amikor a főváros közgyűlése megvásárolta a Városligeti területet. Az állatkert ma látható emblematikus épülete is ekkor. 1908 és 12 között születtek, a régi épületeket elbontották. Sokan tudják, hogy a leghíresebbeket, a bivajházat, zsiráfházat, fácánost, tigrisházat, ami ma az India ház, Kós Károly és Zrumecki Dezső tervei alapján építették. Azt viszont már kevesebben tudják, hogy egy bizonyos Neustrosz Kornél ingyen vállalta a kivitelezési munkálatokat, és nem mellesleg ő tervezte meg az állatkert híres elefántos bejáratát, és ezt a legnagyobb, az állatkert legnagyobb műemléképületét, az elefántházat, vagy régi nevén, ahogy már mondtam, a vastagbőrűek házát. Dr. Neustrosz Kornél 1910 és 12 között volt felelős az állatkert helyreállítási munkálataiért, és többek között tőle kapta a fiatal végzős Kós Károly az első megbízatását is, ami egy óbudai parókia épületének a megtervezése volt, és tulajdonképpen ennek a sikeres kapcsolatnak a következménye az, hogy a fiatal tehetséges építészek, tehát Kós Károly és Zrumecki ide kerültek az állatkertbe tervezőként. Neustrosz zsidó származású ősei Morvaországból érkeztek. A felvidéken kitermelt fát tutajokon úsztatták le a Dunán egészen Pestig. Falerakatuk a pesti felső rakparton, a Margit-szigettel szemben volt, később monarchia szerte számos faszerkezetű vasúti hidat építettek. A papa már gazdag parketta gyáros is volt, Kornél pedig egyetemre Zürichbe, majd a budapesti bölcsészkarra járt, így az építész egyben a művészettörténet doktora is lett. Később ő tervezte Budán a meteorológiai szolgálat központi épületét, és azt a nemrég átszínezett, híres Neustrosz palotát a Szilágyi Dezső téren, tehát Budán a Dunaparton, nem messze a Szilágyi Dezső téri templomtól. Akkoriban, és persze a szecesszió jegyében az állatházak kisebb-nagyobb részleteikben azoknak az állatoknak a származási helyére akartak utalni, amelyeket befogadtak. Így például bőven találhatunk itt is ázsiai és afrikai motívumokat, tehát keletieket, de természetesen a háromhajós elefántház ugyanannyira magyaros is, mert bőségesen használ föl az akkor fénykorát élő pécsi zsolnai gyár pirogránit és eozinmázas termékeiből is. A két bejárat körül és beljebb is számos a zsolnaiban készült dombormű látható. Ezek az eredeti név szerinti vastagbőrű állatokat mutatják be, és persze van köztük szép elefántfej is. A belső terek növényornamentikája az akkori exotikum jegyében ugyanúgy jelentettek indiai és ázsiai, mint észak-afrikai motívumokat. De még érdekesebb az a fordulat, hogy az 1912-es átadás után rögtön jött a világháború, és ezek a motívumok hirtelen különös fénytörésbe kerültek. Első világháborús szövetségesünk, az akkori Oszmán Birodalom ugyanis nehezményezte, hogy az állatház szerintük erősen hasonlít egy muszlim dzsámira. A békesség kedvéért 1915-ben inkább lebontották a 31 méter magas tornyot, és a diplomáciai botrány így elülhetett. A tetőt dongaboltozat tartja, és itt a központi kupolában pedig azoknak az állatoknak a képe látható, stilizált képe látható, akik valaha a vastagbőrűek házában laknak, tehát láthatunk ott tapírt, vízilovat, orszarút, és az elefánt, ami ebben a formájában ma az állatkert egyik fő logója lett. Az épület a II. Világháborút különösebb sérülések nélkül vészelt át, a szürke békeévek alatt viszont leromlott, a falfestményeket bevakolták, a díszítő kerámiák megrongálódtak.
A felújítás 1997-ben Kugler Katalin tervei alapján kezdődött meg, a belső terek rekonstrukciója Anthony Gall nevéhez fűződik. A növénymintás festményeket és a kupola dekorációkat korabeli fotók és a helyszíni vizsgálatok alapján alkották újra. De akkor már állatvédelmi szempontok is érvényesültek, így például több mint 30 négyzetméterrel nőtt az elefántok belső tere, külön bikaistáló létesült, és az addig meglehetősen sivár kifutó is átalakult, bővült, épült például egy nagyjából lakásméretű medence, ahol többen is fürdőzhetnek egyszerre, és persze megújult, újjáépült az elefántház tornya is, ami azóta egyfajta új kilátópontja is lehet az állatkertnek. A felújítást egyébként 2000-ben Európa Nostra díjjal honorálták. Az indoklás szerint a magyar szecessziós építészet egy kiemelkedő példájának az érzékeny és precíz, beható tudományos kutatáson alapuló felújításáért, egyúttal az 1915-ben lerombolt torony gondos újjáépítéséért. Mint a neve is mutatja, az elefántház főbérlői az ázsiai elefántok. Voltak itt afrikaiak, de most csak a vízilovak maradtak társbérlőnek, Samu mellé és az elefánt család mellé.